természetesen anélkül nem megyünk el, hogy ne csinálnák egy movit a kajákról. Egész nap itt vagyunk kint a tengeren. Holnap érünk, nem tudom, elfelejtem a nevét, hogy hova. Ott lesz egy nap, és utána alkalmazom. Szóval igen, meg két nap van. Szóval kajákról csinálok egy gyors videót. Nyüzsével mindenki éhes, úgy látom. Ó, és a hölgyeknek, ugye ma van március 8-a, nagyon boldog nőnapot kívánunk. Március 8. Itt van gyümölcsök, mindenki van a tölte, grapefruit, saláták. Itt van hideg étel, ha valaki szendvicset akar magának, egy szendvics, mit körülbelül dolgok. Rizsa, kalfió, kiránklad. Talán itt nem tudom, hogy ilyen húsok, pálcikán megsütve a csirke. Édességek, mindenféle tolották. Sokat nem mutatok, mert egy már, hogy mutattam is, kettő, hogy tömeggyomor van. Különböző sajtok. Kenyerek. Zsömlék. Gyümölcsök, mindenféle. Van barack is, meg ilyen szilva. Dinnye. Meg úgy hívják, hogy a dragonfruit, az is van. Van itt a friss sörfront. Pizza, különböző, hiszen a négyfajta pizza. Olaszos ételek, mindenféle pasztákhoz, amikkel. Pulyka. Most úgy látom, hozzák az újat, mindjárt elfogyott. Roast beef. Pulyka, hogy boldog az olcsóget. Csirke. Nagy csülökhem. Itt van ilyen chocolate fontain dolog, mindenféle gyümölcsöket, meg ilyesmi, marshmallow, meg ilyesmit. És itt van, hogy a Happy Women's Day. Nagy torta. Ilyen kínai kaját, mexikói,
takó, meg ahhoz való csirkedűk, és a takó tetejére, amik mennek, chili. Szóval most csak ennyi lesz a kajákról, úgy ebből lehet látni nagyjából. Itt van a fagy is, vannak ilyen mindenféle csaklacsik, meg mindenféle peanut butter, meg cookies. Van amelyik sugar free cookie. És a különböző fagy. Megyünk lefelé a lifttel, aztán aztán majd jövünk visszafelé a swimming poolba. Még egy videó, ez csak a kamionosok kedvenceinek, akik szeretik a különböző országokból. Ez egy elég forgalmas kereszteződés itt. Úgyhogy jönnek itt mindenféle kamionok. Hogy itt csinálunk egyet. Ezek a kisebbek, ez majdnem mindig ilyen Mitsubishi. A legtöbbeknek Hino, ezek a 3 vagy 5 tonnásak. Itt vagyunk, mert mindig kérdezitek, hogy merre. So, High Brook Crossing. Sok ilyen pótkocsis szerelvény van itt, úgy látom. Nagyon sokat láttam ilyesmit. Itt jön egy Mercedes. És ilyen pótkocsis szerelvény. Sörös kamiont akarok mutatni, de most pont nem jön egy se. Láttam egy-kettőt, de nem sok van. Öreg GMC, ez is fittaság. Itt jön egy csőrös. Na, szerencsénk lesz, egy Western Star. Na, mondom, legalább egy ilyen is legyen benne. A buszokról még annyit. Ugye volt szerencsénk menni ide közelebbre is, meg a városba is, meg ide-oda. Egy, nagyon tiszták, kettő, időben jönnek, három, a sofőrök nagyon kedvesek, négy, a sofőrök soha nincsenek a mobiltelefonon, mikor vezetnek, és az ötödik, lehet a sofőrnek készpénzzel fizetni, de minden esetben ad jegyet. Szóba se kerül az, hogy nem ad jegyet,
feleljegyet, vagy elteszi a lóvét. Csak ennyit még a buszokról. Na jó van. Megyünk lassan a repülőtérre, úgyhogy hiszem ez lesz az utója. Még megvárjuk itt ezeket a kamionokat, aztán ez lesz a vége. Ez meg egy Mitsubishi kamion. Na, ez is ritkaság. És ez lesz az utolsó, az a jószínű, nem tudom micsoda ez, milyen márka. Aucklandi repülőtér. Ez valami érdekes. Különböző italok jönnek, mikor zongoráznak. Természetesen itt viszik keresztül az embert, ahogy átjöttünk a Secretin a Duty Free Shop. Ez szokásos, nem is nagyon mutatom. Majdnem minden ugyanaz a legtöbb a repülőtereken, csak kicsit más, ahogy ki van rakva a dolgok, meg egy-kettő különleges dolog, meg az árak ugye mások. De ahogy minden ugyanaz. Még van egy-két óránk, mire a repülő indul. Addig körülnézek itt. Azért is mutatom, hogy vannak egy-kettő, aki ilyen maszkban van, van, aki nincs. Az eladók közül. Itt vannak a járatok. Azt mondja, hogy hova megy legtöbb. Hát legtöbb Ausztráliában megy Sydney, Melbourne, Brisbane, Brisbane, Sydney. Megy Tahitiba, az mindjárt megy. Tonga, Melbourne. Ott van milyen ki Los Angeles, New Zealand 6-os. Houstonba is megy, San Franciscóba, Melbourne, Dubai. És Kuala Lumpur, Szingapur. Egy-kettő van, ami cancelled is, például a kínaiak, az Shanghai, Beijing, vagy hogy mondják már azt, az cancelled. Ha. A kínai állatok az mind cancelled. Rolex, ha valakinek van rá pénze. Coach, egy-két olcsóbb a hölgyeknek ilyen pénztárcák, meg bag, meg ilyesmi. Kate Spade, Michael Kors, ezek mind ezek a drágább dolgok.
két víz, 750 vagy két kis kóla. Csoki. Olvasni való. Ja, tovább nem is akarom mutatni, csak vannak egy-két ilyen üzletek. Még utolsó turistáknak, ami maradt pénzt elkölteni. Na jó, nézzünk valami helyet, ahol kajálni. Elég nagy repülőtér, szép, tiszta. Ki tudja látni, utoljára vagyok itt. Ez az első, de ki tudja látni, visszajövünk. A kaják milyen lehetőség vannak? Azt mondja, hogy Best Ugly Bagels. Itt van egy japán sushi. Általában itt a ételek néztem, hogy 15-től 25-ig. 15 legolcsak, 25 körülbelül. A long, ez valamilyen vietnámiz, vagy thai valami. Vietnámiz, ilyen vietnámiz kicsen. Itt van például hamburger. Ott van, milyen választék van. 12-13-15. Itt van még egy ilyen mexikói kaja. Olasz kávézó sör, meg ott is itt kávézó a sarokba. Itt középen még egy helyen a juice, meg itt van megint ez, azt hiszem ez ilyen koreai vagy meg kaja. Na, ennyi lesz a itteni repülőtérről. Megnézem még mennyi, ó, még van akármennyi időnk, nem tudom, csak hétkor. Ez ilyen érdekes, ezek a szálak itt a plafonról. És itt minden fekete, ugye ez a Team New Zealand, ez minden fekete, szóval itt van a Team Shop New Zealand Emirates. Ennyi New Zealandról.